Ivana. Thank you.
fellépéssorozaton. Annyit szeretnék csak mondani, hogy eddig mit láthatta. Tehát csak annyit hallottak tőlünk, hogy Debreceni Népi Együttes vagyunk, hogy 1950-ben alakultunk, és azóta is szüntelenül folyik az együttes munkássága. Töretlenül folytatódik öt utánpótlás csoporttal, és nagyon szép számú gyermeksereggel. Ugye gyermekekben van a jövő, és azt is szeretnénk majd megmutatni, hogy itt Hajdúnánáson is milyen szépen fejlődik majd a néptánc mozgalom. Látok egy-két tanítványt, amit már itt Hajdúnánáson tanítottunk, és kollégáimmal szerintem folytatódik ez a munka, és továbbra is a hajdúnánási gyerekek is nagyon jó kis néptánc képzést fognak majd kapni. A Debreceni Népi Együttes előző műsorát, ezt a blokkot, amit láthattak, a mostani Martin György Szegedi Néptánc Fesztiválon együttesi nívódíjat kaptunk ezzel a műsorral, nyilván egy bővebb verziójában, tehát egy 40 fővel volt ez megoldva, és egy szűkebb tánckarral jöttünk, mert a fele kihullott a Virágkarneválon. És nem tudtuk őket már itt pótolni ez alatt a rövid idő alatt, és így oldottuk meg. Legelső táncunk, ami volt Füleházáról, egy román összeállítást láthattak, melyet Antal Roland és Antal Dóra készített. Azután következett egy gyönyörű táncot, amit szintén ez az oktatópáros készített, és itt végül egy fekete alakú összeállítást láthattak mezőségről, ahol ugye Vámos István és Medvegy Andrea készítette a koreográfiákat. Most egy kicsit megmutatjuk magunkat szólókba is, azt szeretnék most mondani. Két szólóblokk következik, az elsőt azt jó magam és a bukon fogjuk prezentálni, bökönyi táncokat fognak látni, innen nem messze, Nyírbökönyből. A következő szólóblokkot pedig Vámos István és Makai Andrea fogja előadni, ők pedig szilágysági fognak verdunk a csárdást és...